Szekszárdon az új kenyér megszegésével, majd ünnepi misével vette kezdetét az augusztus 20-ai programsorozat. A szertartás után a résztvevők a Szent István térre vonultak, ahol Gyurkovics János alpolgármester mondott beszédet. Ő arról beszélt, Istvánt az emelte ki a kora uralkodói közül, hogy minden erejével az ország egységének megteremtéséért és a nemzettudat megerősítéséért dolgozott egész életében. Nem hatalmának megerősítéséhez, nem személyes meggazdagodásához, egyfajta kirakatként volt fontos számára a keresztény értékrend, hanem az ország stabilitásának és egységének megteremtése. A fiának, Imre hercegnek írt intelmei szívében lévő mérhetetlen szeretetről és hatalmával kapcsolatos alázatról tanúskodnak, így többek között a hit megőrzéséről, tiszteletről, az igazi ítélet és türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról. A beszédet követően a városi ünnepség koszorúzással zárult. Bonyhádon a kiemelkedő és eredményes oktatói, nevelői, vezetői és közösségi munkája elismeréseként Kosnás Árpád vehette át idén a Merész Konrád díjat az augusztus 20-ai ünnepségen. Szabó Tibor alpolgármester a rendezvényen úgy fogalmazott, hogy ma is úgy emlékezünk államalapító Szent István királyunkra, mint aki hatalmas és maradandó művet értéket hagyott maga után, aki a kortársak, sőt az utódok szemében is jogosan és méltósággal viselhette a királyi címet. Nem véletlen, hogy ezen a napon államalapító Szent István király kitüntetett ünnepén új, friss és ropogós magyar kenyeret áldunk meg, szelünk fel, majd bőadakozással osztjuk meg az áldott étket honfitársainkkal, szimbolizálva ezzel a közös sorsunk megosztásának fontosságát is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves bonyhádiak! Ünnepelni csodálatos, mivel az ünnep az együttlétről, a közösségről, hitünkről, tiszteletünkről, örömünkről szól. Újja hét lesz a kor, úgy számít szürke bor, és a perc borja el. Az ünnepi műsort követően Tamásiban a rendezvénytéren megtartott programon tömegek hallgatták a város vezetőjének beszédét, melyben az esemény jelentőségéről beszélt, Szent Istvánról, aki 1000 év után is példát tud mutatni a népnek. Ma is helytálló jellembeli tulajdonságok. Türelem, erő, alázat, mértékletesség, szelídség, becsületesség, szeretet. Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta hazáját. Puritán jelleme megrendíthetetlen hite vezette munkájában, amely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedéké előtt, és állhat előttünk most is. Tolnán hagyományos aratófelvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepségsorozat. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az eseményt, ahol a kenyér megáldására is sor került. Ezt követően az ünneplők a Szent István szoborhoz vonultak, ahol Appelszofer Ágnes polgármester osztotta meg gondolatait. Fontos, hogy megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig volt történelmünk során. Legyen érvényes tudásunk a minket körülvevő világról, legyen bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk azokhoz a tettekhez, amelyek mindenből következnek. Legyünk büszkék 1000 éves örökségünkre, és járjunk emelt fővel a Szent Istváni úton. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásaként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot.